Az udvaron álló használaton kívüli kéményt már lebontották, miként a régi kerítést is. Nagyon fontos, hogy még itt a nyári szünetben azokat a munkálatokat elvégezzük, még biztonságosabbá teszik az óvodát. Egyrészt a használaton kívüli kéménynek a lebontása már megtörtént, így biztonságosabbá válik az udvar. A másik pedig a kerítés, aminek az állapota évről évre romlott, és bizony esztétikailag sem volt-e megfelelő ez a szép óvodához. Nagyon örülök, hogy ezt a munkát is itt a nyár folyamán el tudjuk végezni, és egy szép megújult udvarral és egy szép megújult kerítéssel várhatjuk majd a gyermekeket a következő nevelési évben. Természetesen addig is, ahogy hallatszódik, a nyár folyamán is itt vannak a gyerekek az óvodában, legalábbis a gyerekek egy része. Nagyon fontos, hogy a munkákat úgy végzi a vállalkozó, hogy az ő itt létük sem kerül veszélybe, hanem mindenki biztonságban tud lenni. 3 millió forintból valósítjuk meg ezeket a munkákat, és hamarosan bejelenthetjük, hogy elkészültek a munkák, pár hét türelem és egy szép új kerítéssel gazdagodik az óvoda. Az udvaron folyó munkálatok nem zavarják az óvoda nyári működését. És jelenleg 40 gyermek jár az óvodában, és júliusban is ez várható. Igazából nem fogjuk használni, hiszen ez egy hátsó bejárat, meg a gyerekeknek a játékai is fent vannak az udvar hátsó részén. Azt gondolom, hogy a felső rész biztonságosabb, hiszen nem közvetlenül az utca mellett van, hanem az óvoda épülete mögött. Betonkerítés lesz a zsalu elemekből, valamint a kapun faelemek lesznek. A hátsó kapunk lesz, hasonló lesz, mint az első kapu.